Jó estét kívánok! Ez a híradó itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban 2014. szeptember 4-én, csütörtökön este 19 órakor. Híradásunk tartalmából. A Föld ajándéka, terménykiállítás a kulturális központban. Közúti razzia, a Lajta pihenőben ellenőrizték a gépjárműveket. Augusztusi összefoglaló, pénteken érkezik a Moson vármegye. Tegnap nyílt meg, és szombatig látogatható a terménykiállítás a kulturális központban. A Moson-Magyaróvári kertbarátok köre ismét egy csodálatos birodalmat varázsolt az aulába. 11. alkalommal rendezte meg terménykiállítását a kertbarátok köre. Aktívabb tagjaink vállalják ezt a feladatot, és nem kis erőfeszítésük eredménye, ahogy reprezentálják környezetük szépségeit, azt, hogy miben élnek, mivel veszik körbe magukat, és hogy mit termesztenek. Ünnep van a hálaadás ünnepe, hiszen mindaz, ami megtermett a kertben, mindaz, amivel foglalkoztak egész évben, annak a színejava itt van, hogy másokat is megörvendeztessen, hangsúlyozta köszöntőjében Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Mindaz, amit külön-külön elvégeztünk, azt most itt egyben, közösségben, mindjárt számára ünnepként föl van kínálva. Jó példával járnak elől a városban a Vackor óvoda pedagógusai, évről évre kis kerteket alakítanak ki az óvisokkal közösen, emelte ki Árvai István. Az alpolgármester szerint a kertbarátok körének kiállítása az óvodás és kisiskolás gyermekek nevelését is szolgálja. Ez az egyik legfontosabb feladatunk, hogy a kicsiket ebbe az irányba, mégpedig a jó irányba terelgessük. A Vackor óvodában egy nagyon helyes kezdeményezés kapcsán nem idén, hanem már jóval korábban is. A gyerekek ilyen kis konyhakerteket művelgettek, de ha visszaemlékeznek, a Magyar utcán kis csodakerteket láthattunk nemrégiben, ahol ugyancsak a gyerekek megtanulhatták azt, hogy a növények milyen szépséget jelentenek. Isten csodája látható az aulában, fogalmazott Bodó Zoltán plébános. Ebben mindig valami módon egy picit megtapasztalhatjuk Isten szépségét is, hisz szépnek teremtette ezt a világot. Ahogy minden évben, úgy most is Isten áldását kérte a plébános a terményekre, azokra, akik dolgoztak velük, és azokra is, akik azt elfogyasztják. A terménykiállításon adták át a legszebb konyhakert városi díjait, az első alkalommal megrendezett versenyre 22-en jelentkeztek Moson-Magyaróváron. Ez csodálatos, amikor az ember magot vet és palántát nevel, és utána azt kirakja a kertbe, és ápolgatja hónapokon keresztül, és akkor az eredményét is meglátja. A tegnapi megnyitón inkább a kertbarátok és az ő barátaik vettek részt. Kelvinból, jó, nézd végig a szemeddel, hol van a Kelvinból? Ma viszont az óvodások jöttek el, akár majorokból is, holnap pedig az általános iskolásokat várják. A sok gyümölcs, zöldség és virág közt bámulva sétáltak körbe. Talán így egy picit jobban megszeretik a természetet és a kertet. Az M1-es autópálya Lajta pihenőjénél tartottak átfogó ellenőrzést a szakhatóságok. A gépjárműveket a parkolóba terelve vizsgálták meg. Sorra terelik ki az autókat a Lajta pihenőhelynél. Ma délután 1 és 4 óra között komplex ellenőrzést tartottak az M1-es autópálya 158-as kilométerénél. Tulajdonképpen egy mélységi komplex ellenőrzési rendszer. A mélysége azt jelenti, hogy a schengeni határokon túl, a schengeni területen ellenőrzzük azoknak a személyeknek, illetve a gépjárműveknek a szabályszerű közlekedését, illetve tartózkodását itt Magyarországon. Továbbá a társhatóságok közösen, tehát a Nemzeti Adóhatósággal, a Közlekedési Hatóság, az Élelmiszerbiztonsággal, illetve a katasztrófa védőkkel, hogy a itt utazók, a gépjárműk betartják el magyarországi szabályokat. Az alezredes elmondta, azért is szükségesek ezek az ellenőrzések, mert a 2007-es schengeni csatlakozás óta egész Európa közbiztonságáért is felelünk. Az illegális migráció egyre erősödik Magyarországon is, hiszen éves szinten több ezer illegális migráns próbál Magyarországon keresztül utazni Nyugat-Európába. Továbbiakban a közlekedés biztonság, hiszen halljuk folyamatosan, hogy a balesetek a gépjárműveknek nem megfelelő biztonsági állapotából, illetőleg a gépjárművezetők figyelmetlenségből következnek be. Továbbá a körözött személyek, akik valamilyen hatóság által nem jelentek meg a hatóságát, ezeknek a detektálása is a célunk. Valamint, ahogy mondtam, a társhatóságok is nézik a jövedéki termékeket, az élelmiszerek szállításával kapcsolatos dolgokat, valamint, hogy az autópályadíjat az autósok befizették-e vagy sem. Egy bécsi rendszámú autó utasa éppen az autópályadíjat fizeti meg, utólag.
Az első óra rekordere az az autós volt, akit 216 km/órás sebességgel mértek be. Az első órában természetesen két, ami sokszor visszatérő, úgymond hiányosságot tapasztaltunk, a gyorshajtást, valamint a szabálytalan személyszállítást. Ez a kettő, ami kirívó volt jelen pillanatban az első egy órában. De természetesen még az akció tart további két óráig, tehát még bármi előfordulhat itt az autópályán. Az autósok menetidejét mindössze néhány perccel hosszabbította meg az ellenőrzés, természetesen csak akkor, ha minden rendben volt az iratokkal, illetve a járművekkel. A legjelentősebb augusztusi hírekkel érkezik pénteken a Moson vármegye. Olvashatnak többek között a Városi Fabriket üzem átadásáról, a regionális eseményekről, valamint a Pro-Urbedély átadásának pillanatairól. A címoldalon a Fabriket üzem ünnepélyes átadójáról számol be a Moson vármegye legfrissebb példánya. A Barátság úti üzem a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló projekt keretében valósulhatott meg. Bemutatta képviselőjelöltjeit a Jobbik Magyarországért mozgalom Moson-Magyaróvári szervezete és a Demokratikus Koalíció Moson-Magyaróvári szervezete, részletek a második oldalon. Közös listát állított az MSZP és az MSZDP, erről szintén a közéleti rovatban olvashatnak. Végleges a lista és az ajánlóíveket is elsőként adta le a polgári összefogás, részletek a harmadik oldalon. Ebben az évben Kis Miklós evangélikus lelkész vehette át a város legnívósabb elismerését, a Pro-Urbe díjat. Az ünnepi pillanatokról a közéleti rovatban olvashatnak. A régió hírei között a lébényi ünnepségről tájékozódhatnak, amelyel az első világháború áldozataira emlékezett a település, alatta pedig a várbalogi mesetábor élményei találják. Ismét lesz dzsungelkönyve a Flashben, a Futurába pedig közös hétvégére invitálják a családokat, a táncháznak és a gyermekprogramoknak pedig a Fehér Ló ad otthont. Szemezgessen a Moson vármegye kétoldalas programajánlójából. A múltunk rovatban folytatja a Gazdasági Felsőbb Tanintézet bemutatását az újság, ez alkalommal az 1850-1869 közötti időszakról olvashatnak. Mindez tehát a Moson vármegyében, pénteken érkezik a legfrissebb példány. Tegnap este győzelemmel rajtott városunk kézilabda csapata a női NB1 alapszakaszának első fordulójában. A történelmi debütáláson az MKC az Impress Vác otthonában tudott nyerni 22-21-re. A találkozó legeredményesebb játékosa, csapatunk irányítója, a 7 gólig jutó Tóth Gabriella lett. Nem kell sokat várni a hazai bemutatkozásra sem. Most vasárnap este 6 órától Dunaújvárossal játszunk a Moson-Szolnoki sportcsarnokban. Küzdelmes mérkőzésre számítottunk, és be is igazolódott a jóslatunk. Az elején nem éreztük a játék ritmusát, kénytelen voltam belecserélni egy kicsit a védekezésünkbe, amikor följavult a védekezésünk, akkor kiegyensúlyozottá vált a játék. A második fél időben komoly előre is szertettünk, nagyon éles végjátékba keveredtünk bele, de hál' Istennek így is sikerült az egy gólos erőt megőrizni. A csapategységet és azt a küzdeni tudást emelném ki, amit a csapat produkált ezen a mérkőzésen. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. A most következő hírháttérben a termény- és virágkiállításról beszélgetünk, majd pedig új műsorral jelentkezünk. Városházi fogadóóra címmel a polgárokat érintő kérdésekről faggatjuk Árvai István polgármesteri jogkört gyakorló alpolgármestert. Friss hírekkel holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!